Az Ózvölgyi temető gyalázás ellen szerveztek tiltakozó megmozdulást tegnap este Sepsiszentgyörgy főterén. A tüntetést az Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezte, de az ügy mellé állt az MPP, az RMDSZ és az SNT is. A tüntetők a temető államosításának azonnali beszüntetését és az eredeti állapotok visszaállítását követelték. Itt vagyunk, hogy tiltakozzunk jogaink folyamatos csorbítása ellen. Nem hagyjuk az Ózvölgyi temetőt, védjük meg magunkat, védjük meg Erdélyt. Tiltakozó táblákkal és székelyzászlókkal érkeztek a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi és marosvásárhelyi tüntetők Kovászna megye központjába. Ózvölgye nem csak a honvédsírokat jelenti, hanem saját önbecsülésünket, emberi méltóságunkat. Mi itthon vagyunk és tiltakozunk, mert halottaink sem nyugodhatnak békében. Ezekkel a szavakkal indította a beszédek sorát Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke. Csomortányi István, a néppárt elnöke elmondta, Romániában állami szintre emelkedett a magyar ellenesség. Ugyanakkor kiemelte, az ózvölgyi eseményekkel Románia megmutatta igazi arcát. Teljesen nyilvánvaló az, hogy Románia kettős mércével mér a magyar közösség ügyében. Egyrészt láttuk, hogy az Ózvölgyben kiadott építési engedélynek az elemeit most próbálja törvényesíteni Románia. Ilyen ügyekért magyar előjárókat bármikor meghurcolnak, börtönbe zárnak. A dormánfalvi polgármester esetében azt látjuk, hogy a kultuszminisztérium hitelesíti az ottani építkezést, a földhivatal hitelesíti, de akár a kettős mérce esete forog fenn magának az emlékműnek a formájával kapcsolatban is, hisz míg a magyar törvényes magyar jelképeket tűzzel, vassal üldözi a román állam, az Ózvölgy esetében az ottani emlékmű nem más, mint egy légionárius szimbólum, és emögé a román kormány odaáll. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke szerint Ózvölgye olyan ügy, amelyben a jogi lépéseken túl szükség van arra is, hogy utcára vonuljon a magyarság. A mai tüntetésnek az egyik célja az volt, hogy tartsuk továbbra is a közfigyelem középpontjába ezt az Ózvölgyi témát, mert hogy a helyzet távolról sincs megoldva. Másrészt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy az eredeti állapotok helyreállítását kérjük, és ezt ajánljuk a tegnap elkezdődött államközi tárgyalásokon résztvevők figyelmébe is, úgy a magyar, mint a román fél tekintetében. Ince Zsolt György, református esperes arra a Ne bántsd a magyart felszólításra emlékeztette a jelenlévőket, mely a katonai temetőben hangzott el az ökumenikus istentiszteleten. Áldásában arra kérte a résztvevőket, ne bántsák egymást, ne hibáztassák az előjárókat, a pártok képviselőit, hanem egységben álljanak az ügy mellé. A tiltakozó megmozduláson a résztvevők egymás kezét fogva imádkoztak, majd elénekelték a magyar és a székely himnuszt.